Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Közben megkeresem magam, amíg gyülekezünk. Szia, Teri! Molnár Imréné is itt van, Köcság is, sziasztok! Dunai Ferencné Marika is, sziasztok! Na, és meg is vagyok, még a hangot leveszem. Így, mi? Sziasztok! Hú, rettentő sok mindennel készültem nektek. Szeretettel köszöntelek benneteket a Pentár Technika órán, és egy nagyon érdekes témával jelentkezem most. A dekupás alapjai, tulajdonképpen egy dekupás suli, hogyha tetszik nektek, akkor lesz folytatás. Én szerintem érdemes lesz. Aki már dekupázsol egy ideje, annak is feleleveníteni egy kicsit, nem árt ismételni, vagy hát ha hall valami új információt, és hát ugye mindig van, aki most kezdi a dekupást, és ezzel való foglalatoskodást, ugye elég sokszor lehet látni, hogy kérdeztek a Pentár Dekor csoportban. Szia, Rita, köszönöm szépen! És tehát, hogy ezek az alapinformációk mindenkinek jól jöhetnek, és ez tényleg teljesen az alapokról fog most, alapoktól kezdődően fogom most elmondani mindazt, amit én tudok és át tudok nektek adni. Úgyhogy most, hogy már ilyen szépen összegyűltünk, tehát ismét akkor elmondom a később érkező kedvéért, hogy a címben is, ahogy láttátok, dekupás suli következik, és most az alapokkal, méghozzá a nagyon-nagyon alapokkal fogom kezdeni. Még egy kicsit el is, tehát egy kis mesét is hozzáteszek, méghozzá a történetéről, hogy tudjuk, hogy amivel foglalkozunk, az miről szól, honnan ered, stb. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hallottátok-e, hogy tulajdonképpen így Európában a dekupás, mint olyan, ahogyan ugye tudjuk, hogy írni úgy kell, hogy decoupage, de ugye ezt kimondani dekupás, vagy dekopás, ki hogyan szereti. Ez a 17. században jelent meg Európában, de igazán a felfutása 18-19. Századra tehető, akkor már széles körben elterjedt. És tulajdonképpen ennek az eredete az volt, hogy Kínából származik, ugye akkor az élén kereskedelem a hajókkal, szia Szilvi, sziasztok! A hajókkal ugye érkeztek Kínából a gyönyörű szép bútorok, amit aztán csak a gazdagok engedhettek meg maguknak. Ott azok az intarziás bútorok voltak, magasfényű lakkozással, gyönyörű, míves munkák, és sokan a középrétegből is szerettek volna maguknak ilyesmit, és innen eredt az, hogy elkezdtek papírból kivágni mintákat, és felragasztani a bútorokra, de végül is nem is annyira, még eleinte nem is papírból, mert még akkoriban azért a papír nem is volt annyira elterjedt, hanem most így képzeljétek el, eleinte festményeket vágtak szét. Tehát az ilyen úri szalonokban a hölgyek, hogy unatkoztak, és már nem csak hímezgettek, meg klimpíroztak, és énekelgettek, vagy zenéltek, hanem nekiálltak, és szétvagdostak festményeket, és azokat kezdték el ráragaszgatni a bútorokra, hogy egy kicsit elfoglalják magukat. Azért azt tudni kell, hogy azért Kínában az olcsóbb verzió, ugye a papír,
papírral való ragasztás, az, hogy a szegényebb rétegek ott csinálták, hogy az ablakaikra papírt rakasztottak, meg a bútorokra, különböző használt tárgyakra, és így díszítették. Szóval így Európában viszont szétnyírbálták a festményeket. Ugyanakkor volt egy másik irány is, irányzat, amikor is például préselt növényeket, ugye mostanában is tudjátok, milyen az, amikor virágokat lepréselnek, és hogy ez mennyire szép, és vékony, és finom, és ha az ki van száradva, milyen törékeny. No, abból vágtak ki apró darabokat, és képet ragasztottak belőle. Tehát innen indult, illetve ezek az előzményei a dekupázsnak, mint olyan. És tulajdonképpen... ha azt vesszük, ez nagyjából Itáliából indult, Velencéből, de tulajdonképpen terjedt tovább, tehát a viktoriánus Angliában is, aztán ez nagy népszerűségnek örvendett. Ott elsősorban az ilyen sötétre festett bútorok voltak, amiken nagyon szépen mutatott a szép színes díszítés, illetve hát ott jöttek be már ezek az angyalkás, virágos motívumok. Nem tudom, hogy gondoltátok-e volna, nagyon-nagyon szeretnék tényleg én is most mindent átadni, tényleg úgy kis puskával is készültem magamnak, hogy semmit ne felejtsek ki, hogy mindent átadjak és mindent megmutassak nektek. Ja, itt borulnak a dolgok, és amit látjátok, körbevettem magam mindenfélével, mert erről is szeretnék még ezeken a kéztárgyakon keresztül is szeretném megmutatni, hogy tényleg tulajdonképpen mi is ez a dekupázs, és közben nézegettem még itt a dolgokat. Na most aztán a dekupázs, mint olyan, ahogyan használták, hogy azt hogyan használták. Tulajdonképpen ugye az első az, amikor különböző tárgyakra felragasztották a papírból kivágott dolgokat, meg volt a koncepció. Ugye maga az elnevezés is, a découper kifejezés, francia szó, ami azt jelenti, hogy kivágni. Tehát ott tényleg kivágták. Akkor utána volt a montás technika, kicsit később, amikor mindenféle címkéket, fotókat, képeslapokat rendezgettek el a felületen, és aztán utána jött a kollázs, amikor már mindezeket a képeket már kiegészítették gyöngyökkel, csipkékkel, kagylókkal, épp mi volt otthon, majdnem mind a mostani mixmédia, de azért tehát nem egészen. Tehát bizony-bizony ez... nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, és aztán egy kis szünet után ugye napjainkban egy jó pár éve kezdte tényleg olyan nagyon virágkorát élni, hogy ma már rengetegféle anyag van, hát csak nézzetek végig a pentárt kínálatán, és tényleg hát milyen csoda, hogy nekünk van egy ilyen pentárt termékcsaládunk, és egy magyar cég, magyar tulajdonú, és a magyar munkaerőpiacot segítő cég, a Pentacolor, aki fejleszt nekünk fantasztikusabbnál fantasztikusabb anyagokat, amikkel aztán csodákat lehet művelni. És ugye tovább lépve a dekupásból, vagyis tehát ebből a múltból, hogy tényleg a mostani anyagokkal mit lehet, és először is akkor beszéljünk arról, hogy mi minden felületre lehet, és akkor itt könyökölök ezen a szép kis, mindenki ismeri, ez az IKEA-s bádog locsolókanna, és ezzel már így oda is érkeztünk, hogy milyen felületekre, szia Szendi, örülök, milyen felületekre is tudunk alkotni, dekupázsolni, tehát fémfelületekre például, ugye sokan kérdezik, hogy üvegre lehet, erre lehet, arra lehet, mindenre lehet, fémre, üvegre, például itt most mutatok nektek, és akkor ezeken keresztül mutatom meg, hogy
üvegre, például egy váza, ami egy pittorikóval körbe van rakva, és egy hozzáillő tányér, amint látjátok, szépen meg van festve a háttere. A tányér az porcelán, az a váza az üveg, tehát innentől kezdve ugye üveg, porcelán, akkor ugye a fémfelületre kisebb és nagyobb méretben. Például ezt a kannácskát tavaly ősszel készítettem egy ilyen élő bejelentkezés alkalmával. A Pentárt oldalon megtaláljátok az elkészítését, a kis videóját. Akkor ugye fa felületre ezt is akkor félreteszem. Ja, de maradjunk még üvegporcelán, és akkor azt mondom, hogy egy natur kerámia. Tehát ez egy ilyen terrakotta színű kerámia, ami egy ilyen méretes darab, és szépen díszítve ezzel az, hogy lehet látni belül, hogy ez kerámia, tehát kerámiára is lehet ugye dekupázsolni, mert itt teszem is félre ezeket a holmikat. Ugyanúgy mutatok még üveget, amin már egy kis repesztést is láttok, egy tányért és egy ilyen kelyhet, gyönyörű arany belsővel díszítve, és akkor itt is meg tudjátok nézni, és szépen itt már trükkös az, hogy ez alulról van elkészítve, és ugye az üveg felületen akár késsel, villával lehet enni. Köszönöm szépen, Évi, és már egy kis repesztéssel is meg van bolondítva, de ne szaladjunk még ennyire előre. Akkor szintén egy picit, itt már kombinálva maradjunk az üvegnél, amikor például ezt a kis olaj és ecet kiöntőt és tartót. A tartó maga MDF, és akkor ezzel már el is mondtam, hogy MDF alapra is lehet ugye dolgozni, és akkor ez egy szalvétatartó és egy ecettartó, tehát hogy mi mindenre és mi mindenből lehet ugye csodákat varázsolni, már meglevő használati cikkeinket is átöltöztethetjük, újjá varázsolhatjuk, és hát ugye rengeteg natur alapanyag is kapható, szintén egy MDF, ha már az MDF-nél tartunk, ez egy ilyen, nekem egy ilyen nagy kedvencem, ilyen szívem csücske, ez is egy ilyen arany és fekete, ugye elég elegáns, köszönöm Róza, dologról van szó. Próbálok egy kicsit helyet csinálni, így fokozatosan szabadulok föl. Még egy MDF-nél maradva, és akkor már aztán az MDF-et ki is tehetjük a látókörünkből. Ugye íme egy újabb dobozka, ugye a belseje is meg van díszítve. Ugye itt már bejátszik egy transzferálás, tencilezés, de 3D-s tencilezés, ugye arannyal, tehát a dekupás. Tehát ezek az alapok egyelőre, amikről beszélek, és az MDF után akkor természetesen következzen a fa, tehát akár nagyon exkluzív formákkal, különleges formákkal is találkozhatunk alapokat illetően, dobozokkal találkozhatunk, mindenféle méretben, ha már fáról van szó, ugye különleges formákkal találkozhatunk. Ennek a doboznak az elkészítése fent van a Pentárt YouTube csatornáján, egy videóban például, és igen, ez is egy fa alap, ugye egy örök naptár, ahol ismét különböző technikák is vannak felvonultatva. Szintén tavaly itt élőn készített őszi tábla, ami egy fa lap, majd egy másik tábla, egy kis függönyfestéssel, vagy hát van, aki fátyolfestésnek hívja, én azt mondom, hogy nekem ez függöny, ami rajta van.
Ugye tudjátok, selfie kamerával azért látjátok fordítva a szöveget, ugye egy ilyen kis őszi ajtó dekoráció különböző effektekkel, és hát természetesen például az óralapok. Tehát akkor csak felsorolás szerűen, thank you, Anna, akkor fa, fém, üveg, műanyag, jaj, most pont műanyagot nem is vettem elő, de műanyag, akril, tudjátok, az akril díszek, a tojás, a gömb, a lencseforma, a csepp, a csillag, a harangforma, amik kaphatók. Ugye a naturkerámia, a mázas porcelán, vagy a mázas kerámia, amire dolgozhatunk, karton, MDF, hungarocell alapok természetesen, feszített vásznak, és akkor most félregurulok, hogy megmutassam, hogy dekupázsolni feszített vászorra is lehet, tehát az egyszerűbb dolgoktól kezdve, amikor is rizspapír van egy kis tencilezéssel, meg persze háttérfestéssel, a szintén egy kis tencilezéssel megbolondított, és persze egy kis 3D laktól csillogó, vagy egy kis csillámpasztával csillogó részeken keresztül a már 3D-sített textil felragasztással bővített. És hát ugye a szerelmünk a fiberpaszta ott a távolban, a fiberpaszta virágokkal, ugye tehát tudjuk, hogy a feszített vászorra is lehet dekupázsolni. És persze textilre is lehet dekupázsolni, ugye erre a legfrissebb példa most a legutóbbi párnahúzat, amit készítettem, ugye rizspapírt dekupázsoltam a párnahúzatra, a stencilezés mellett ez is mutatja a mintát, illetve ugye vannak szatyrok, még korábbról még egy levendulás szatyor is dekupázsral készült, illetve egy kicsit megakadtam is, illetve ez a téli, ez is szintén egy tavalyi élőn készült szatyorka, ugye a tavalyi téli kollekció csodálatos mintájával. Tehát itt láthatjuk, hogy textilre is lehet dekupázsolni. Tehát most, hogy így végigvettük, hogy mi mindenre lehet dekupázsolni, tulajdonképpen mindenre. És akkor még egy valami, egy régi tálcára, egy rozsdásodásnak indult tálcára épp úgy lehet dekupázsolni ezt a kis gyönyörű, szintén kicsit őszies hangulatú, kis cinkés, málnás rizspapírral, ugye szintén élőben készítettem tavaly. Igen, Gyöngyi kérdezi is, és persze közben nyugodtan kérdezzetek, ha vászorra dekupázsolok, hogy lehet-e mosni? Igen, lehet. Tehát ezek az anyagok úgy vannak elkészítve, hogy kifejezetten textilhez való festékek és ragasztók vannak, és vaselással lehet rögzíteni. Előtte mindenféleképpen érdemes kimosni, illetve beavatni az anyagot. Tehát feltétlenül fontos előtte kimosni, és nem csak azért, mert most ha gondolsz egy pamutpólóra, tehát egy vászon, ugye tudjuk, hogy a naturvászon az nagyon össze is tud menni, tehát nem árt, és nem csak ez a szempont, hogy összemegy, hanem mindenféleképpen, ugyanis a gyártás során lehetnek a szálakban olyan vegyi anyagok, amitől esetleg nem tapad olyan jól az anyag, tehát feltétlenül ki kell mosni mindent, mielőtt dekupázsolsz rá. Kimosod, kivassalod, és akkor utána lehet. És aztán vasalással kell rögzíteni, és utána kimélő programon 30, maximum 40 fokon, vagy kézzel lehet mosni ezeket. És igen, valóban, Marika, hogy mondod is, vagy írod, hogy tényleg rengeteg-rengeteg mindenre lehet használni. A következő lépés a dekupázs alapokban, most remélem nem fogjátok nagyon száraznak érezni ezt a sok
beszédet, hogy most nem annyira csinálom, de úgy gondolom, hogy ezt a rengeteg információt is jó, hogyha elmondom, hasznos lehet nektek. A következő kérdés az, hogy mivel is dekupázsolunk. És akkor itt készítettem is ide, hogy mi lenne az, amivel dekupázsolunk. Tehát van nekünk dekupázs ragasztólak, és az is kétféle, matt és selyemfényű. Igen, igen, Györgyi, fogom azt is mondani, a szalvétal is, majd arra is ki fogok térni. Így van, megfelelő festék. Tehát tulajdonképpen ezzel a dekupássulival az is a célom, hogy megértsétek azt, hogy nem egy ördöngös dolog ez az egész, és ha már megvan egy olyan elmélet, hogyha tudja az ember, hogy mit lehet és mivel, akkor onnantól kezdve nincs kérdés, hogy ja, és akkor most ezt lehet, ja, és akkor most azt lehet, vagy most akkor ez így nem jó, vagy tehát igen, majd mondanám azt, hogy mindent lehet, de persze megfelelően. Tehát annyi, hogy vannak különböző alapok, természetesen elő kell készíteni arra, hogy ragasztani tudjunk rá. A ragasztó az ugye kapható kétféle verzióban, ki mit szeret. Dekupázs, ragasztó, ragasztólak néven, ugye, varnish and glue, tehát ragasztólak néven. A lakkozásra, mint olyan, én nem szoktam használni. Ezt hagyjuk meg az óvodába, vagy az iskola alsó tagozatba, mert nem véletlenül fejlesztettek ki záró lakkot. Tehát a rendes lakkot használom én zárásként, a ragasztót azt csak a ragasztásra használom. A dekupázs ragasztó mellett mindez textil esetén ebből most csak egy ilyen 20 millisem van a dekupázs ragasztólag textilre elnevezésű. Illetve az újabb fejlesztés a textil médium. Tehát mind a kettővel lehet textilre ragasztani. Tehát ez a régebbi anyag, ez az újabb anyag, a textil médium. A textil médium az kicsit szélesebb körű, illetve egy újabb fejlesztés, amelyben egy kicsit puhább lesz az, amit felragasztasz, kicsit hajlékonyabb lesz az, amit felragasztasz vele. A folytatásban mivel ragasztunk még? Van egy papírragasztónk is, és most nem akarok nektek rengeteg anyagot, de ezek az alapok. Szilvia kérdezi, hogy dekupázs ragasztóra oldószeres lakkot kell használni. Nem. Ezek vízbázisú anyagok, nem. Vízbázisú lak, amiből van szintén matt és fényes verzió. Na most a papírragasztót azt mihez is használjuk? Ugye, és itt jön be, hogy mit is használunk. Használunk szalvétát, rizspapírt és papírt a dekupáshoz. Ugye, most csak így hirtelen, ami előttem van, ez egy szalvéta, szerintem többen ismeritek. Ami ezen van, ez egy rizspapírkép. Ami pedig ezen van, ez egy papírkép. És szintén megoszlik az összes többi, hogy éppen mi van. De ugye legtöbben, igen, Marika, igen, már is rátérek, ide van készítve ez a ragasztó is, és ez a doboz is, hogy a textilből kivágott minta pontosan. Tehát, ha a papírt ragasztasz, az kétféleképpen lehet. Ha szárazon a papír és szárazon ragasztod föl, azaz kasírozod, akkor erre tökéletesen jó ez a papírragasztó. Ez is van
clear, vagyis átlátszóra száradó, és egy ilyen matt verzióban, ami egy kicsit opálos fehéresre szárad. Avagy bevizezed a papírt, és akkor dekupázs ragasztóval, vagy mattal, vagy csejénfényűvel, kinek melyik szimpatikusabb, azzal ragasztod fel. A következő az, amikor szintén kivágsz valamit, jelen esetben szintén egy élő keretében készítettem ezt a dobozt, ezt is vissza lehet nézni. Itt ugyan csak akkora darabokat vágtam, mint a doboz oldalai meg teteje, de ha nekem ahhoz lett volna kedvem, hogy én most szívecskéket, vagy csillagot, vagy bármit, angyalkákat vágjak ki egy bármilyen anyagból, akkor ezzel az újabb, illetve nem olyan régi fejlesztésű anyaggal, ami filcragasztó névre hallgat, tehát abból adódik is, hogy filc anyagokat is lehet ragasztani. Az a lényeg, hogy az ilyen vastagabb, testesebb anyagokat is fel lehet vele ragasztani, és ezzel készült ez a doboz is. És hát valahol ez is dekupázs, még ha nem is rizspapír vagy szalvéta, hiszen a dekupázs ugye nem más, mint kivágni, tehát valami kivágott. Nem oldja meg, kérdezi Szilvia, már hogy mit nem old meg? Mire gondolsz? Beátának mondom, hogy a Pentárt videók között, tehát a Pentárt Facebook oldalán, a videók menüpont alatt, ahol az összes többi élő is van, ott vannak ezek, de ki fogom gyűjteni ezeket, jó? És akkor felteszem hozzászólásban, és akkor ott egy csokorban is meg lesz, jó? Igen. Még azt akartam elmondani nektek, igenis megmutatni, hiszen direkt elővettem egy szintén az egy élőn készült órát. Ezt az órát is ugye előttetek készítettem. Na, igen, Szilvia, olvasom, a megszáradt dekupázs ragasztót a vízbázisú lak nem oldja meg. Nem, nem oldja meg egyáltalán. Nem oldja fel. Ezek az anyagok, a vízbázisú anyagok, ezek folyékony állapotukban ugye vizet tartalmaznak, tehát párolog belőlük a nedvesség. Ezáltal, ha netán sokat el és besűrűsödik, akkor egy kis vízzel lehet hígítani, illetve az ecsetet vízben ki lehet mosni, de a száradás után vízoldhatatlanok ezek az anyagok. Tehát, hogyha utána egy vizes lakkal rámész, semmi nem fog történni. Ó, jártál úgy, hogy akril lakkot kentem rá, és szerintem még most is ragad enyhén 10 év óta. Na most, az akril lak lehet, hogy az oldószeres volt, mert én is jártam így. Igaz, az fújós lak volt, amit én vettem festékboltban még sok-sok évvel ezelőtt, és ráfújtam, és ragadt. Tehát az oldószeres volt. Ugye nem tudom, hogy ez milyen anyag volt, tehát melyik cégnek a terméke volt, hogy nem volt oldószeres. Hát igen, itt az a kérdés, hogy milyen anyag lehetett. Vizes volt, értem. Nem tudom, hogy milyen termék lehetett. A Pentár termékeivel én nem tapasztaltam még ilyet. Tehát nekem nem volt semmi ilyen problémám. Ugye sok cégnek sokféle terméke van. Nem tudom, hogy mi történhetett. Azt mindenféleképpen elmondanám, hogy nem javaslom, hogy keverjétek a különböző anyagokat, különböző termékeket. Persze a többi hobbi termék, mint akrilfestéket természetesen lehet használni, arra biztos, hogy jó a Pentárt lakja is, vagy fordítva, csak az ilyen festékboltos anyagok, azok egy kicsit más. Igen, nem Pentárt volt akkor még. Tehát azért mondom, hogy főleg az ilyen fest, akkoriban még lehet, hogy nem annyira volt hobbi alapanyag,
és festékboltos termékek, azok mások, azok komolyabb termékek, másra vannak. A hobbi termékek, az is egy teljesen más kategória. Tehát természetesen mondom, lehet használni, hogyha már egyszer megvettél valamelyik másik hobbiboltban az ő festékét, és a pentártal lakkozod, valószínű nem lesz gond. Természetesen így van, az egy lútri, hogy mi mivel kompatibilis, igen, Szilvia, hogy írod is. Tehát a pentárt anyagai egymással értelemszerűen használhatók, és valóban az, hogy más anyagokkal hogyan viselkedik, hát ez vagy összejön, vagy nem, ahogy sikerül. Na és akkor annyit akartam még elmesélni, hogy ugye én legtöbb esetben, pontosabban az esetek 99%-ában a matt ragasztót, és akkor persze lobogtatom itt a selyemfényűt, szóval a matt ragasztót szoktam használni, viszont ennél az óralapnál a selyemfényűt használtam. Szabó Jánosnél ruhaanyagot lehet-e fára dekupázsolni? Igen, az előbb, ahogy mutattam, lehet, hogy akkor még nem voltál itt, erre a fadobozra is textil van feldekupázsolva, felragasztva. Nem tudom, hogy mennyire élesíti be, vagy nem, hogy a szövet szálait esetleg lehet-e látni, de hidd el, az élőn is, amikor ezt készítettem, és amit majd vissza tudtok nézni, ott láthatjátok, hogy textil is van rá, igen, rá dekupázsolva. És akkor visszatérve a selyemfényű ragasztólakra, amire nagyon-nagyon jó a selyemfényű, az pedig a vasalós módszer. Tehát szintén visszanézhető az élők között egy... Az, hogy ezt vasalós módszerrel hogyan, mikor használjuk a vasalós módszert? Akkor, hogyha nagy felületet szeretnénk szalvétával ráncmentesen dekupázsolni, mert ugye ez a nagy mumusunk, hogy ráncmentes legyen a ragasztás. Tehát ehhez nagyon-nagyon jó a selyemfényű ragasztólak, ugye le kell kenni a felületet, hagyni kell megszikkadni, szinte szárazon fel lehet simítani rá a szalvétát, utána egy közepesen meleg vasalóval átvasalni, szépen meg fog puhulni a melegtől a ragasztó, beletapad a szalvéta, ráncmentesen, gyönyörűen, és akkor utána még felülről átkenni, és tökéletesen sima, nagy felületen is tökéletesen sima ragasztásunk lesz, ráncmentes ragasztásunk lesz. Akkor a folytatásban, és igen, nem teszem el, mert itt azért itt még tudom mutogatni a dolgokat, ide készítettem azt is, hogy mivel, hogy szeretnénk valami szépet létrehozni. A ragasztást ecsettel, különböző méretű ecsetek, ugye a különböző felülethez, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy megnehezíted a saját dolgod, vagy megkönnyíted. Hiszen a méret is számít, és tehát persze azt tudjuk, hogy szintetikus, puha szőrű, rendkívül puha szőrű ecsetet érdemes használni a csíkmentes ragasztáshoz. Szia, Kriszti! Na, de örülök, György írja, hogy a vasalásost mióta mutattam, azóta ő gyakran használja. Nagyon örülök neki. Tehát az ecsetek. Az egyik, amivel ragaszthatunk, az ecsetek. És miért mutogatom, és lengetem itt nektek ezeket az ecseteket? Ugye azért, hogy lássátok, hogy bizony-bizony néha nagyon-nagyon jó, hogyha ilyen nagyobb méretű ecsettel ragasztotok. Ha ilyen nincs is otthon, legalább egy ekkora szélességű feltétlenül legyen. Ugyanis például ilyen nagy felületek ragasztásához, amikor A3-as rizspapírt ragasztunk,
de akár egy A4-est is, de főleg az A3-asnál, nagyon nem mindegy, hogy mondjuk nekiessünk-e egy ekkora ecsettel, vagy inkább egy ekkorával. Tehát fontos megválasztani azt is, hogy mekkora területet ragasztunk, mekkora rizspapírt, szalvétát, akármit ragasztunk, és ahhoz megválasztani az ecset méretét. Hogyha csak valami kicsikét, azt viszont nem érdemes hatalmas ecsettel. Tehát történetesen egy-egy ilyen kisebb motívumot, vagy például ezen látjátok a körbevágott kis szalvéta motívumokat, ezt értelemszerűen nem egy ekkora ecsettel fogom ragasztani, hanem a kicsivel, azért, hogy nagyon szépen és jól tudjam igazítani, és finoman felfektetni, és a kis apró részeket, hogy nehogy elszakadjon, hogy nehogy begyűrödjön a kisebb ecsettel. Tehát ennek is van jelentősége, hogy az ilyen féltenyérnyi kis mintákat, azt érdemes, főleg ha ki van vágva, és apró részletek vannak, akkor kisebb ecsettel, és ahogy nő a felület, úgy érdemes nagyobb ecsettel. Amit egyébként javasolatok, és amit a legtöbben használtok és szerettek, ugye van ez a barna nyelű ecsetkészlet, ebből egy sorozat, mert akkor ezt, tehát egy ilyen szett, mert akkor ebben azért van a nagyobbtól a kisebbig, és ha még nagyobb felületről van szó, akkor pedig akár egy ilyen 4 darabos készlet, vagy van ez a sárga szőrő, amit az előbb mutattam, egy 3 darabos készletben. És ugyanígy ez például festésnél is, nagyobb felületek festésére is tökéletesen jó. Tehát ragasztani feltétlenül a megfelelően megválasztott ecsettel, és tényleg a nagyon finom szintetikus szőrű. A sörte ecsetet azt nem ajánlom ragasztáshoz, főleg a szalvétához nem, mert ennek durvább a szőre, és elszakadhat a szalvéta. Akkor, ami még nagyon fontos, hogy tehát most azért nem mutogatok konkrétan egyelőre, és még tényleg csak egy ilyen elméleti részről beszélünk, mert többször az élők folyamán mindahányan mutatjuk, hogy hogyan kell ragasztani, én is minden egyes élőnél elmondom, hogy hogyan ragasztunk, most is csak átfutunk azon, hogy ugye a pici felületeket, azt lehet csak felülről ragasztani. Egyébként megmutatom itt a hozzávaló szalvét, hogy ebből vágtam ki a mintákat, ezeket a kisebb mintákat, és ugye ezt ragasztottam fel. Ilyen esetben, hogy ilyen nagyon színes, erősen színes a háttere, ugye ki kell vágni hajszál pontosan a mintát. Tehát ilyen esetben elég fölülről ragasztózni. Ugye, mi is a ragasztás elmélete, egy picit gondoljuk át. A szalvétának 3 rétege van, és csak a legfelső réteget használjuk, amin a minta van. Ugye mindig szétválasztjuk az alsó 2 kuka, és a legfelső mintás nyomott réteget ragasztjuk csak fel a felületre. Ugye ez papír, papírszalvéta, alispapír is papír, csak vannak benne selyemrost szálak. A nedvesség hatására ugye a ragasztó vízbázisú víztartalma van, tehát a nedvesség hatására ugye átázik a papírost, maradjunk a szalvétánál, de ugyanez a helyzet a rizspapírnál is. Átázik a papírrost. Ezért vastagabban kell kenni azért, hogy a papírost szálai, amik ugye egyébként így egymásba kapaszkodnak mindenféle módon, átmenjen a ragasztó egészen a felületig. Kis, ahogy mutattam, ilyen kisebb darabok esetében, persze jó vastagon átitatva, és aztán a felesleget lesimítva, fönn marad úgy is. De érdemes alulra is kenni, arra felsimítani
akár a rizspapírt, akár a szalvétát. Egy picit tapadjon bele szalvétá, és egy nagyon-nagyon vékony réteg, nehogy eláztassa. Mert akkor már fölülről is, ha sokat teszel, akkor már olyan szinten fognak úszni a ragasztóba ezek a szálak, hogy nagyon könnyen elszakad. A rizspapír esetében, mivel az egy masszívabb anyag, ezért alulra egy kicsit vastagabban érdemes kenni, hogy már alulról is kezdje el szívni magába a nedvességet, mert azt, ha csak fölülről kened, az tuti, hogy nem megy át az aljára, akármilyen vastagon kened. Közben pedig pislantok, bocsánat, hogy így megakadtam. Méresági, szia, rendben, nézd vissza, oké. Okay. Jó, hogy igen, a telefonon leakadt a szöveg, de itt a számítógépen nézem. Tehát alulra a rizspapír alá kicsit vastagabban, és aztán amikor belesimítottuk, akkor fölülről ott is vastagon. Tehát pont ez lesz a lényege, hogy ezek a papírrostok szinte ússzanak a ragasztóba. Ezért tudod elsimítani. Ezért tudod még akár, hogyha véletlenül lett egy pici ránc is, én azért szoktam az ujjammal simogatni, mert amikor elegendő az anyag, akkor úsznak benne a rostok, és az ujjammal szépen ezeket a rostokat ilyenkor így ebben az úszásukban megsegítem, és el tudom simítani a ráncot. Tehát ez is egy olyan, és mondom, bármelyik élőben, ha megnézitek, a ragasztás benne van, tehát most ezért nem akartam ezt külön, de ha van igény, akkor a következő alkalommal, mert most így az alapokkal indulunk, akkor elővesszük a ragasztás technikát is, és minden egyes módszert megmutatok, hogy hogyan ragasztok, illetve a továbbiakat is, hiszen van tovább ugye a dekupásban is, ugye tudjuk. Na most, a vasárásos módszert az imént ugye elmondtam, hogy ott pedig meg, de az viszont a matt ragasztóval nem működik ám, tehát a vasárásos módszer az csak a selyemfényű ragasztóval működik, hogy hagyjuk megszáradni a felületre felkent ragasztót, amire nem keveset kentünk, és akkor ugye rásimítjuk, rávassaljuk a szalvétát, és aztán felülről is átkenjük. És akkor a következő, ami fontos lehet, a homogenizálás, a felület homogenizálás. Az pedig, és akkor itt két tárgyat is mutatok, és remélem, hogy látszik majd, hogy hogyan is történik, mert tényleg ettől sok mindentől lehet mozdulni, sem tudok. A felület homogenizálása pedig az, ami főleg a rizspapír esetén, de még a szalvéta esetén is fontos lehet, hogy ha nem olyan a minta, ami kifut a széléig, vagy olyan a minta, ami körbe van vágva, hanem bele akarjuk ágyazni a háttérbe a rizspapírt, amit ugye körbe téptünk, és ennek van valahol egy széle. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy síkba kerüljön, hiszen nem vágunk, tépünk, hogy legyenek rostok, amik szépen belesimulnak, de még ennek ellenére is azért van egy vastagsága a rizspapírnak. És ezt úgy tudjuk megszüntetni, hogyha megszáradt a ragasztás, akkor egy finom csiszolóval, Bentártnak ugye vannak ezek a csiszoló hasábjai háromféle erősségben, durva, közepes és finom, tehát erre a finom az nagyon jó. Én nem is mindig szoktam felragasztani, mert ilyen esetben nem akarom, hogy egy ilyen merev tartó, sok esetben nagyon jó, hogy van az a kis fogója, de ilyen esetben, ahol a szalvéta széle van, azt egy ilyen nagyon finom csiszoló papírral elvékonyítom, és így fog teljesen síkba kerülni a felülettel. De ezt még egy szalvétánál is meg lehet csinálni, hiszen ugye megduzzadnak a rostok, van egy ragasztó réteg, tehát ott is lehet látni, hogy van valahol egy széle. Ugyanígy egy
Ugyanígy egy finom csiszolóval a csiszolást, csiszolással el lehet tüntetni a szalvéta szélét is, még ha téptük is, pedig ugye még vágni nem is szoktuk, hogy ne legyen egy ilyen markánsan egyenes vonal, ne jelenjen meg. És köszönöm, Majdnak, aranyos vagy. Igen, Zsuzsi, igen. Bizony, ezt jó páran elkészítettük együtt. Ezt a, hát igen, ez egy kis szívszerelem, ez a tárca, ugye. Aztán az meg, amit még én szoktam nektek mondani minden alkalommal, amikor így tárgyat készítek, hogy a megtervezés, tegyem úgy, hogy ne lógjon a számba, tehát egy-egy tárgy megtervezése, hogy ízléses legyen, ne legyen zsúfolt, illetve természetesen kinek mi az ízlése, mert ugye azért ízlésekről nem lehet vitatkozni, mert kinek mi tetszik, az egyéni dolog. De mondjuk én szeretem ezeket a visszafogottabb díszítéseket, amikor csak egy pici rózsa-arany vax az, ami díszít, és egy világos felület, és egy kis antikolás, és egy kis transferálás. És itt már is ott tartunk, hogy csak ez, csak az, csak amaz, és Zsuzsi a megmondhatója, és mindannyian, akik elkészítették velem ezt a tálcát, hogy csak ez hány, de hány órába telt, ami ránézésre olyan, de olyan roppant egyszerűnek tűnik. Hogy ez bizony mekkora munka. Ezt nagyon sokan, akik ugye nem dekupázsolnak, el sem tudják képzelni, de mi, akik csináljuk, mi aztán tudjuk. Ugyanígy van egy felülethomogenizálás ezen a dobozon is, amikor is a háttérben levő, vagyis hát maga a fő kép, a nőci, az is egy rizspapír minta, aminek a szélét elcsiszoltam, viszont például ezeket a virágokat kivágtam, és úgy ragasztottam fel, hogy ezek ki vannak vágva, és körbe árnyaltam egy kis umbra pasztával, nekem az umbra paszta szívszerelmem, és került rá némi a stencil, ugye a háttérben, és a végén, a tetejére transferálás, igen. És természetesen zárólapkozás, amit én mindig javaslok, hogy valami módon zárjuk a felületet, hiszen sok réteget építünk egymásra. Hogyha valami csak akrélfestékkel van, mondanám azt, hogy nem feltétlenül szükséges minden esetben, de jobban jár az ember. A matt akrél esetében mondom ezt, hiszen a matt akrél, hogyha netán zsíros kézzel fogod meg, és nincs lelakkozva, lezárva, csak maga a matt akrél, akkor meg fog látszani az új lenyomatod. Most ez lehet egy bekrémezett kéz. Tehát úgy értem, most nem feltétlenül a pörköltes kézzel fogja meg az ember ezeket a tárgyakat, de egy bekrémezett kézzel, és nem is gondolnád, hogy megmarad az új lenyomatod. Minél sötétebb a szín, annál jobban látszik, a világosabb színeknél kevésbé. Amit még lehet esetleg vaxolni ezeket a matt akrilokat, a félfényes krémes akrilt, a fényes akrilfestéket, a metál akrilt, nem feltétlenül szükséges, azokban van egy olyan anyag, amitől ugye már megvan a fénye, már szépen mutat magában is, úgyhogy az nem, de a matt akrilnál én mindenképpen javaslom a zárást egy matt lakkal. Én szintén ebből is a mattot szeretem a legjobban, a fényeset kevésbé szoktam használni. Igen, na akkor most már is, hogy vissza kukucskálok a hozzászólásoknál. Beátának köszönöm, tetszik neki. Szilvia kérdezi, hogy a tálcáról van-e videó. Hát a tálcáról nincsen videó, mert ez foglalkozáson készült több ízben, úgyhogy arról nincsen. Igen, Zsuzsi mondja, hogy igen, emlékszik, hogy mennyit dolgoztunk vele, bizony ezzel a tálcával.
és hogy ez a doboz is nagy kedvence, és hogy már többször látta a videót, tehát a Pentát YouTube csatornáján ennek a doboznak, ennek a hölgyes rózsás doboznak megvan az elkészítés lépésről lépésre videója. Na most, akkor megvolt a csiszolás is, mint egy fontos dolog, mint alap, és természetesen a csiszolásról még annyira térjünk ki, hogy a fa esetében mielőtt elkezdünk dolgozni, érdemes csiszolni. Amikor, hát nem is tudom melyikkel, nem tudom, más hegyén hátán, mert most sem tudom, hogy mit hova rakjak, mert van még egy ilyen kis antikol dobozka. Tehát amikor fával dolgozunk, használat, vagy mielőtt elkezdünk bármit is csinálni vele, és érdemes finoman végigmenni. Nem feltétlenül a felületen, általában a felületek simák. Viszont itt meglepetés érhet, hogyha a szálkkal kezünkbe el, miközben mondjuk véletlen belenyúlunk, és netán. Tehát érdemes az éleket, tehát ott, ahol vágási felület van, ott érdemes megcsiszolni a dobozokat. Na most aztán az, hogy antikolási technikák, egyébként azt is elővehetjük, hogy a dekupásban alkalmazott antikolási technikák milyenek, hogyha úgy gondoljátok, és nagyon örülnék, hogyha ideírnátok hozzászólásban, hogy szeretnétek-e folytatást ennek a sorozatnak, és akár a különböző dolgokat, antikolási technikákat megmutassam. Ha valaki úgy érzi, akkor a ragasztási technikát nyugodtan írjátok oda, hogy mire lennétek kíváncsiak, mert akkor azt szerint alakítjuk a következő részt, vagy a következő alkalmat. Egy pillanat, egy kis hozzászólás. Bíráság írja, hogy lehet száz részes is a sorozat. Igen, mindenre. Jó, írjátok nyugodtan. Antikolási technikák, ragasztási technikák, stencilezési technikák, tehát minden, amit lehet, hiszen látjátok, hogy mennyi minden van. Ugye, hát repesztésről is már rengeteg videó született, és tulajdonképpen egy végeláthatatlan hosszúságú is lehetne, hiszen már sok mindenről is volt szó, de egy-két alapdolgot tényleg elővehetünk a dekupázzal kapcsolatban is. No, és akkor mit akartam még? Ami még fontos, igen, hogy... Az előkészítésnél, ugye akkor a csiszolást megemlítettem, és hát utána az, hogy alapozás, na a különböző alapozást is elő lehetne venni szerintem egy következő alkalommal. Tehát ugye az alapozásnál még annyit előkészítettem, hogy elmondjam, ugye, hogy kétféle alapozó van a Pentárt kínálatában, a régi klasszikus akril primer és a bonding primer. Mind a kettő nagyon jó, és mind a kettőt mondhatnám mindenre lehet használni, de ami a különbség, hogy amíg, tehát a felületeket célszerű alapozni. Megkülönböztetünk porózus felületeket és nem porózus felületeket. És ez szerint van a kétféle alapozó is. Hogy porózus felületekre ez tökéletesen jó. És nem mondom, hogy nem jó, mert régen csak ezt használtuk, és jó volt üvegre is, meg mindenre. Viszont akkor igazán jó, hogyha természetes úton minimum 24 órát szárad, ennél csak többet, kevesebbet, mert ez a nem netszívó felületeken, nem porózus felületeken különben nem tapad meg. Ez viszont egy bitangerős tapadású alapozó, rövidebb száradási idővel,
és a nem porózus felületekre lett kifejlesztve, pontosan azért hamarabb szárad. Ennek nagyon sok száradás kell ahhoz, hogy stabil maradjon nem porózus felületeken, ez viszont gyorsan megszárad. Tehát ezt nem porózus felületekre érdemes használni, ezt viszont porózusra. Porózus ugye a hungarocell, a fa, a naturkerámia, cserép, mint olyan, MDF, most így hirtelen. A nem porózus pedig az üveg, a mázas kerámia, a porcelán, a fém, a műanyag, az akril. Jó? Tehát, hogy tudjátok, hogy van különbség, mit, mire érdemes. Nem mondom, hogy nem lehet ezt is, persze, hogy ne lehetne fát is alapozni vele, ha mondjuk csak olyanod van, de hogy legyetek tisztában a különbséggel, hogy miért van ilyen, és mire való, és miért van a másik, és az mire való. Jó? Úgyhogy akkor ez is megvan, és hát igen, a száradás, szárítás, tehát a ragasztás esetében is ugye a legjobb a természetes száradás, a hajszárítózásra szoktuk ugye gyorsítani, főleg foglalkozásokon, ott pedig ugye tudjuk, hogy hideggel vagy langyossal, meleggel, forróval, semmi szín alatt nem forrósítjuk fel a tárgyat, tehát így is örüljünk neki, hogy ugyan 10 percig szárítjuk, de mégsem 2 órán keresztül kell száradnia, és már ez óriási. De ne akarjuk a 10 perc helyett másfél perc alatt megszárítani, mert nem lesz stabil, nem lesz jó, és akkor ugye legyünk azzal tisztában, hogy bizony-bizony a hajszárítózással való szárításnál is, ha szárítunk, akkor azért nem olyan stabilak még a rétegek, tehát azért főleg, ha elkapkodjuk a szárítást, akkor ne csodálkozzunk, ha véletlenül valamit visszakapunk, vagy visszaszedünk, vagy hozzáragad, és akkor tudom én, dobozt kinyitod, és lerántja. Tehát a szárítással lassan szárítsuk, maximum langyossal. Ha nincsen olyan fokozat a hajszárító, mert csak ilyen kis egyszerű hajszárítónk van, amit vagy fölkapcsolom, vagy nem, akkor azt meg kicsit nagyobb távolságról, hogy ne forrósítsa föl a tárgyat. Nagyon örülök. Nagyon-nagyon. Aha, Takács Lászlóné, tehát transferálás is érdekli. Igen. Gessó. A gessó az alapozó paszta, azt hívjuk gessónak. Most hirtelen honnan akasztam le, mert itt vagy nem itt, de itt van. Igen. Ugye a gessó, és akkor jó, hogy felhozta Julianna, ugye az is alapozó, de ez paszta. Tehát ezt nevezzük gessónak, ami alapozó paszta. Ugye ez egy sűrű testes anyag. Ha ezt akarod ecsettel felvinni, akkor az kicsit nehézkes lesz, kicsit csíkos lesz, hogyha többet kensz, vagy nehéz elkenni, tehát ezt általában nem ezzel szoktunk alapozni. Tehát a pentárt kínálatában létező gessó, vagy gesso, ki hogy mondja, az egy alapozó paszta, amit mindenféle ilyen pasztás munkákra, akár olyan alapkészítésére, amit festőkéssel egyenetlenül viszünk fel, érdemes használni. De azt mondom, hogy akkor az alapozást, mint olyat, egy következő alkalommal elővesszük, vagy előveszem, és akkor mindent meg fogok mutatni ezzel kapcsolatban is. Na, akkor nézem. Jó, egy pillanat, mert nézem a hozzászólásokat, hogy igen, antikolás jó lenne, igen, Évi, igen. Teri is, hogy... Mindig tanulni kell antikolásra. Ismét egy szavazat, igen. Minden írja Beáta. Igen. Jó.
Az alapozásról, Szendi, csak annyi, hogy az anyagokat mondtam el, azt vissza tudod nézni majd az élőt, de akkor egy következő alkalommal részletesen, és mutatom is az alapozást. Igen, minden érdekel, Zsuzsi, és köszönöm. Árnyékolás, árnyalás, homogenizálás, igen, igen, a háttérbe festés. Akkor azt mondja, hogy anyagra. Szalaini, Julianna, szia Juli, írnád, hogy milyen anyagra gondolod a ragasztási technikát? Béresegi kérdezi, hogy, hogy porózus az, ami csúszik, így van, ami nagyon sima felület, általában nagyon fényes felületek, tehát fémüveg, porcelán, mázas kerámia, tehát a mázas kerámiát, mint ahogy én is ilyen régi dísztányért is dekupázsoltam, eltört, összeragasztottam, és rádekupázsoltam. Tehát minden, ami csúszik. És a porózusok azok, amik általában mat felületek nem csúsznak, mondom, fa, MDF, mázatlan, vagyis naturkerámia, ugye ezek azok, akkor transferálás is kapott egy szavazatot, égetett lakkal bevont felületre használtad a bondingot, pontosan így van, erre is nagyon jó írja Anasztázia, így van, nagyon jó. Szia Teri, szia, te már elköszöntél, jól van. Igen, a dekoműhely kamer tímea vagyok én, Gitta, hogyha akarod, akkor megtalálsz a Facebookon. Honlapom is van. És akkor Béres Ági egy nagyon érdekeset írt, igen, hogy ha több technikát alkalmazunk egyszerre, és van benne dekupázs, akkor a sorrendről is beszélsz nekünk. Persze, persze. Tehát, ahogy hogyan építjük fel. Hági is írja, hogy minden érdekli. Vászon anyagra gondoltál, tehát, ja, hogy vászonra, magyarán textil dekupázsra gondoltál, Juli. Értem. No. Tulajdonképpen mára ennyi volt az, amit nem is gondoltátok volna, hogy lesz egy olyan óránk, ahol semmi nem készül, viszont töményelmélet. Akkor úgy gondolom, hogy van érdeklődés a folytatásra, és akkor nagyon szívesen folytatjuk akkor a dekupássulit, majd egy következő alkalommal, még egyelőre ez nem tudom mikor lesz, és akkor szépen felépítem nektek, hogy mit, hogyan, mire kell készíteni, illetve érdemes, milyen sorrendben, és mire kell odafigyelni. Addig is nézzétek a korábbi videókat, bárkiét, hiszen a többiek is mindig nagyon-nagyon sok érdekes és tanulságos információt adnak. Úgyhogy akkor elköszönök, továbbra is alkossatok szépeket, jókat, és nézzétek a Pentár technika órákat, és további szép estét kívánok nektek. Sziasztok!